Sziasztok, Jelek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon, a most következő videónkban pedig, hogyha minden igaz, egy Rage Game-et hoztam el nektek, amelynek összeláncolva a címe. Hogyha örültök ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslenül visszajelzés. Általában ezzel egyébként multiplayerben szoktak játszani az emberek a barátaikkal, de tudjátok, nincsenek barátaim, és rájöttem, hogy szólóban is lehet játszani, szóval mi megpróbálkozunk akkor ezzel. Van itt nekünk tréning módunk még hozzá szólóban, szerintem a kezdő mód az tökéletes lesz. Rendes, szép amúgy a játékunknak a grafikája, de akkor az a lényeg, hogy minél tovább kell nekünk haladni, és gondolom, hogy itt is minél magasabbra. Aha! Hát az mondjuk baj! Nagyon is meg akarják akadályozni, hogy mi ne haladjunk előre. De egyszerűen a mi utunkba senki nem tud állni! És én csak megyek szépen előre, és megyek, csak nehogy telibe agyon nyomjon minket egy szikla. Jaj, de jó! Hát akkor ez full olyan, mint az Only Up, ugye? Nagyon is olyan! És akkor csak felfele kell haladnunk. De már itt el fogok akadni? Mégis merre kéne felfele mennünk? Mondjuk ide kéne jönnünk, és akkor ez a cucc minket felvisz? Aha! Pedig már éppen mondani akartam, hogy ne gondold ám, Robert, hogy ez ennyire könnyű lesz. Mi lenne akkor, hogyha ez felvinne bizony teljesen az egész pályának a tetejére, na? És akkor ki is vinnénk a játékot? Bár kíváncsi vagyok amúgy arra, hogy mégis mi a különbség mondjuk a kezdő, illetve a normál meg a nehéz fokozat között. És ott nekünk a bal felső sarokban látszódik az időnk, illetve az is, hogy hány méter magasan vagyunk, de gondolom, hogy akkor itt több kilométer magasra fel lehet menni. Hát eddig jók vagyunk, és akkor a karakterünk tud sprintelni, meg így felkapaszkodni is, jó. De ne! Fú, de utálom ezeket a részeket! És most kajakra, itt a láncon keresztül kéne felmennünk. Annyira le fogok itt esni, de nem! Pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. Nagyon is meg lesz ez. Mennyire kellemetlen lenne, hogyha telibe már a játéknak ennyire az elején elakadnék, bár hogyha emlékeztek anno az Only Up-ban is ugyanez volt, hogy a legelején már nem bírtam tovább menni. Na de el nem tudjátok képzelni, hogy milyen szinten remeg most a kezem. És mennyire be vagyok feszülve, hogy jaj, leessünk innen. Ugyanis, hogyha leessünk, akkor rettentően előről kell kezdenünk telibe az egészet. És az bárhogy nézem, egyáltalán nem jó nekünk, szóval én nagyon összpontosítok. Látom már ennek az egész résznek a végét. Szóval mindjárt meg lesz ez, csak most ne rontsam el. Ugyanis, hogyha véletlenül elrontanám, én az asztalomra csapnék. Na! Itt is vagyunk akkor már 94 méter magasságban. De hát ez még semmi se, bízzátok csak ide. Én itt ugrálgatok is meg minden. Ja, hogy errefele is le lehet esni? Most akkor nekünk... Ajaj! Itt körbe kéne mennünk, nem? Hát gondolom, hogy igen, ugyanis erre azért biztonságosabbnak tűnik, mint a másik irányba. Amúgy az irányításunk az nem vészes, nyilván rettentő nehéz lesz a gémünk, de szerintem sokkal jobb, mint annó az Only Up-ban volt. Hogyha ezekre rámegyek, akkor teljesen bedarálódunk mi. Fú, ezt is itt ki kéne elemeznünk, meg ennek a működését. Na várjatok csak, nekünk arrafele jobbra kell tovább mennünk? Nem, hanem szembe. Nézzük meg, hogy itt az előttem lévő az mikor jön fel. Ja, hogy itt nincs is blokk. Szóval akkor csak az a lényeg, hogy amikor ez itt eljön, én szépen itt átjövök. Oké, most nem látok tőle semmit. És akkor így erre tovább haladok. És ezen a rácson keresztül én tudok akkor mászni? Hát csekkoljuk is le, aha, nagyon is tudok mászni. De ugye el is tudom rontani, nem? Hogyha nem nyomom a felfele nyilat, vagyis pontosabban a W-t, akkor nem essünk le. Amely bárhogy nézem, nagyon is jó nekünk, oké.
haladhatunk is akkor erre tovább. Ez itt nekünk egy trambulin? Szerintem igen. Szóval most akkor innen oda kéne felugranunk. Simaliba! Hát persze, hogy simali... Ne! Jó! Az a baj, hogy nem ugrottam. Na várjatok, akkor nem kell ide ekkora nekifutás, hanem csak így pak, 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 és ott is vagyunk, jó. Most pedig akkor ki kell elemezni, hogy telibe ne daráljon be minket ez a kerék. Á, esélytelen, hogy ezt kielemezzük. De értitek, nem lehet tudni, hogy vajon a felső részét kell nézni, vagy az alsót, és mekkorát fog dobni rajtunk a trambulin. Szóval csak YOLO! Jó lesz ez! Mondom, jó lesz ez! Nem szeretem ezt a játékot. És akkor most már a nulladik méternél vagyunk, és kezdhetjük előre ezt az egészet. De szuper! Most nézem, hogy errefele nekünk van egy másik utunk is. Múltkor ugye arra fele mentünk, de erre sokkal rövidebb. Meg egyben azért szerintem nehezebb is. Fú, de nagy szerencs, hogy nem nyársalódtunk fel. Egyébként nem vagyok én ideges. Hát persze, hogy nem vagyok. Végül is csak megint ennél a láncos témánál vagyunk. Én már is sprintelek is, hát full laza ez. Simán végig megyünk, meg se kottyan egyszerűen nekem. És kajakra, hogy belejöttünk. Már nem szabadna elszólnom magamat, de tényleg most már azért nagyobb magabiztossággal közlekedtem errefele. De az se jó, hogyha az embernek túlságosan sok magabiztossága van. Az a baj amúgy, hogy tényleg egy csomó rész az olyan, hogy telibe, hogyha rosszul ugrok, akkor még akár le is tudom szúrni magamat szerintem. De inkább jobb lenne ezt nem kipróbálni. Bár ismerve magunkat, úgyis be fog majd következni az is. Na de akkor már itt is vagyunk telibe. Majdnem, ahol az előbb meghaltunk. Szóval én már haladok is errefele tovább. Hát jobban ismerjük ezt a pályarészt már, mint a tenyerünket, ne vicceljetek. Szépen itt átugrok, és jönnek is már itt a trambulinos részek. Bár amúgy láthatjuk a bal felső sarokban, hogy van nekünk három checkpointunk is, illetve hogyha ügyesek vagyunk, abból még ki is gobozhatjuk, hogy összességében hány százaléknál tarthatunk, de szerintem olyan egy körül, szóval még azért bőven van hova haladnunk, de azt tudjuk, hogy ott a legtetején ugrottunk át, szóval szerintem most kéne ugranunk! Aha! Nagyon is most kellett ugranunk, hát kiszámolta az elekit, kérem szépen! Na de ott pedig szerintem nem lesz nekünk teli a platformunk, vagy mégis? Mégis, jó, szuper. Akkor jöjjünk is errefele. Ja, hogy nem tudunk ott felmenni, hanem akkor itt át kell jönnünk, és szerintem, hogyha ott neki mentem volna annak a vörös kőnek, akkor telibe megégünk. Na de itt van nekünk egy létránk, illetve szerintem arrafele is tovább lehetne haladni, de én inkább a létránkat választom, és akkor már bizony 133 méter magasan vagyunk, srácok! Ne csináljátok velem! Miért? Miért ennyire szivatós ez a game? És így ne legyek ideges! Hát tudjátok, hogy utálom én ezeket a részeket. Jó? Szépen akkor a karakterünk errefele nagyon is felmászott, és akkor jöjjünk is erre, nagyszerű, ide is felmásztunk, merrefele kell haladnunk? Arra, és akkor több úton keresztül tudunk menni, de számomra ez szimpatikusabb, de ne ugráljál már! Jó, hanem csak így szépen másszál fel, hogyha most hatalmas tag lennék, akkor telibe átugranék oda túloldalra. De nem kockáztatok. Oké. Jó. Nagyon is középen vagyunk. Szuper. Nem esünk le, hanem teljesen egyé válunk a játékkal. Nagyszerű. Mennyire nehéz lehet amúgy ezt ketten játszani. Hogy kettőtöknek figyelni kell erre. Jó, most pedig akkor szépen megyünk erre. Tovább egyenesen, és akkor azért már haladunk a célunk felé, itt 140 méter magasban. Az a lényeg, emberem. Ja!
hogy telibe idejöttünk egy zsákutcára. De nem már! Most kajakra szivat minket a játék. Szóval akkor nem elég, hogy itt ki kell bogozni a dolgokat. Hanem még vannak nekünk olyan részek is, amelyek nem jók, és amerre fele nem szabad haladnunk. De nem baj, legalább rájöttünk erre is, csak azt nem mond, hogy most elkezdek telibe visszafele sétálni, de nem. Szerintem erre fele már nagyon is jók leszünk. Most már csak az a kérdés, hogy vajon itt lesz-e nekünk zsákutca. Várjatok. Szerintem nagyon is lesz, ugyanis akkor oda kéne tovább mennünk. Mi lenne akkor, hogyha te így valahogy? Ja nem! Hát erre is jók vagyunk. Mert ide kell tovább mennünk, bízzunk benne. Valamiért egyből a sziklák fele akartam. De szerintem akkor nem az a jó irány, hanem ez a koponya sziget a jó irány. Miért tűnt úgy, mintha a karakterünk le akarna esni? Jó, én ide szépen felugrok, szuper. És akkor itt van nekünk egy trambulinunk, amellyel akkor valahogy ide kéne ugranunk, onnan pedig már egyből tovább haladnunk. Háj, srácok, lesznek bajok, de nem, megoldjuk. Szerintem azokra az írásokra nem léphetünk rá, mivel azok brutálisan forrók. És akkor mondjuk már megint ki kéne számolnunk, hogy most ugrunk a trambulinnal. Na, nem jó! Miért csinálod ezt velem? Pedig már mennyire jól indult ez az egész. És már ismételten, stabil egy méteren vagyunk. Hú, hát figyúzzatok, nekem ennyi elég volt most ebből a játékból. Van még egyébként különböző fokozata, például olyan, hogy folyamatosan jön fel a láva. De hát látjátok, hogy így is milyen nehéz, nem hogy úgy. Kőkemény 17 percig bírtam játszani ezzel a gémmel. Hogyha bejött nektek ez a videó és szeretnétek, hogy ismételten nekivessük magunkat, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!